emlékezzünk virágokkal a régi nagyokra, költőkre, hazafiakra, a nemzet neves és névtelen hőseire és halottaira. Intézmények, pártok és szervezetek koszorítása következik. Kiskumarsa városi önkormányzat nevében Ábrahám Kúrus András polgármester úr, Ráhai Mónika alpolgármester asszony, Szekeres Béla alpolgármester úr helyezi el az emlékezés köszönjük. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Kiskumarsai járási hivatal nevében dr. Kállai Lili dr. Tóth Kirikó hivatalvezető helyettes és Jenei Mén Sólya Anikó. Kisebbségi önkormányzat nevében Völgyi György helyezi el az emlékezés virágait. Magyarországért mozgalom Kiskumarsai alapszervezete helyezi el az emlékezés és tisztelet virágait. Marsáért Egyesület Koszorúja következik. Központ Kiskumarsai tanterülete, a Kiskumarsai Anna János Általános Iskola és Egységes Jogpedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Kiskumarsai Egyesi Géne Alapfokú Művészeti Iskola nevében
Dr. Kársa Zsuzsanna tankerületi vezető, Márkés Sándor intézményvezető, Bozóki János intézményvezető tisztelet 1848 külsei előtt. Csoszorúval tisztelek a Kiskunhalsai Dózsa György Gimnázium, szakközépiskola és kollégium. Katolikus általános iskola és óvoda nevében Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető, Ancsa Margit intézményvezető helyettes, Gárcsik Ágnes intézményvezető helyettes helyezi el az emlékezési ágait. Koszorúval tisztelek a Kiskunhalsai Napsugáróvoda, Erdélyi Ferencné intézményvezető, Kolcsik Jánosné intézményvezető helyettes, Gurdisné Kónya Klára intézményvezető helyettes. Kiskunhalsai Gyermekjóléti Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény nevében Deményi Ernő intézményvezető, Váradiné Balogh Piroska, Siroka Bölcsöde szakmai vezetője és Béresné Tóth Mária üdvivővédőnő helyezi el az emlékezés virágait. Koszorúval tisztelek a Szabadságharc nagyjai előtt a Majusa Hagyományőrző Egyesület. Református Egyesített Szociális Intézmény helyezi el az emlékezés virágait. Menedék Alapítvány, Menedék Város koszorúja következik.
Kiskun Marsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztelet a hősök, katonák, nemzetőrök emlékelőt. Ünnepségünk zárásaként énekeljük el mindannyian Vörös Marti Mihály Szóta című költeményét Városi Zenei Iskolánk névadójának Egressy Dénő vizsgatista és zeneszerző megzenésítésében.